Egy undorító ribanc! Elég, Hula, hagyd abba! Ne törődj vele, inkább találjuk ki, hogy tudunk megszökni. Azok a gazemberek bármelyik pillanatban visszajöhetnek, hogy megöljenek minket. Annyira mérges lettem, hogy teljesen elfelejtettem azokat a gazfickókat. Engedj le! Rendben van. Leengedlek. Las hienas se lo han buscado, le invadieron su terreno, y si se encuentra heridas, fue por pisar ese suelo, se metieron donde el león. Azt hiszem, elmentek. Legalábbis itt nincs kint senki. Elmentek! Gyorsan, menjünk! Tényleg nincs itt senki, de ezek a szemetek a lovamat is elvitték! Az enyémet is! Ti bolondok! Azt hiszitek, hogy el tudtok menni innen gyalog? Hát persze! És te is velünk jössz! Nem foglak többé elveszíteni a szemem elől téged. Senki sem kényszeríthet engem. Nem akarom, hogy megölj útközben. Ha kell, akkor én magam foglak vonszolni. Egyenesen a rendőrségre viszünk téged. Hallottad, Dinóra? Esküszöm az égre, hogy átadlak nekik. Kelj fel, te baszorkány! Gyerünk! Nem hagylak itt egyedül. Nem is engedlek el. Nem hagyom, hogy elmenekülj. Ezt nem úszod meg, te! Engedj el! Gyerünk! Állj fel, te boszorkány, nem hallod? Gyerünk! Menj már! Menj! Aj, nem tudom, mi történhetett, de már nagyon aggódom. Valami baj van? Igen, Oscar. Ruthról van szó. Mi történt vele? Korán reggel kilovagolt, és még mindig nem jött vissza. Nem tudni miért. Azt hiszem, hogy a rossz állás birtokra ment. Aztán visszajött, és észak felé lovagolt. De hát mégis miért ment oda, he? Fogalmam sincs. Csak annyit tudok, hogy magukkal akart beszélni, de amikor nem találta önöket, akkor elment egyedül. Aj, Istenem! Remélem, nincs valami újabb baj. Csináljanak már valamit, mert nagyon aggódunk. Azonnal induljunk, és keressük meg Ruthot. Ha? Te boszorka! Különben sosem érünk oda. Derek! Előbb-utóbb csak jön erre valaki, és el tud vinni minket. Juan, ne legyenek illúzióid! Senki nem jár erre ebben a kietlen pusztában. Mennyi idő alatt érünk el a legközelebbi lakott területre? Ez rajtunk múlik. Lóval több mint 2 órán át jöttem. Fogalmam sincs, hogy hol vagyunk. Nagyon sajnálom. Amikor rám támadtak Dinóra bérencei. Gyerünk! Akkor leütöttek. És eszméletlenül hoztak ide. Ez az én birtokom, Juan Reyes. Gyalog semeddig sem fogunk eljutni. Néhány óra múlva lemegy a nap. És nem látjuk majd, hogy merre kell menni. Hidd el! Nem maradunk itt. Mégis mivel fogsz engem megvádolni, ha? Mivel? Mondd, hogy megakadályoztam az esküvődet? Vagy szexuálisan zaklattalak? Szeretnéd, hogy csak erről legyen szó, amit te tettél, az emberrablás, egy komoly bűncselekmény! Ruth! Ruth, bújj el! Gyerünk, Ruth, bújj el! Ide! Ereljenek! Kapják el! Kapják el!
segítség! Fogjátok, gyerünk! Hagyjatok békén! Jöjjetek, Juan! Ne érjetek hozzá! Juan! Házad, öljék meg! Hagyjál! Mit az egy ideig? Nézzék el ezt a senki házit! Érezd már el! Érezd, te szemét! Juan! Ereszel! Juan! Szia! Szia. Tudsz valamit Juanról? Semmit, semmi hír. És még rosszabb a helyzet. Ruttal is történt valami. Micsoda, mi történt? Reggel kilovagolt valahová, és azóta sem jött még vissza. De mégis mi folyik itt? Most már ő is eltűnt, vagy mi? Folyamatosan keressük. Talán túl messzire ment. De nem találjuk sehol. Olegárió szerint észak felé ment. Ennyit tudunk. Fel kell hívnunk a rendőrséget, mielőtt még túl késő lenne. Nem szeretném, ha ő is eltűnne. Ez hihetetlen. Tudjátok, mit gondolok? Azt hiszem, tudom, hogy hová mehetett. Tényleg? Igen, amikor elmentünk a Rosales birtokra, elkergettek minket onnan. Szerintem újra oda ment. Körülszaglászni egy kicsit. Akkor ne vesztegessük az időnket, keressük meg. Mi is veletek megyünk, igaz? Eléggé messze van, nem baj? Nem számít, akár a pokolba is lemennénk, hogy megakadályozzuk, hogy valaki újra eltűnjön. Követünk titeket, rendben? Rendben. Gyere, menjünk. Gyerünk, gyerünk! Hozd őt is! Gyerünk már, siess! Menj te is! Hé, mégis mit képzel, szavamész? Nem mozdulj, vagy gyorsan a kukacokkal végzed! Juan, kérlek, csináld, amit mondanak! Kérlek! Lássuk csak! Lépj arrébb! Állj! Ott állj meg, hallod? Meg nem moccanj, vagy lelőlek! Figyeld őket! Miért hoztuk őket ilyen messzire? Meg kell őket ölni? Nem maradhatnak életben. Elárulnának. Az kétszer annyiba fog kerülni magának. Hát ez elképesztő. Maguk mindenből hasznot akarnak húzni. A nőről nem volt szó, amikor tárgyaltunk. Legyen inkább hálás azért, hogy visszajöttünk magáért. Ha nem így teszünk maga, nagyon rossz helyzetben lenne. Ne ködösítsen. Maguk azért jöttek vissza, hogy megkapják a pénzüket. Rendben, akkor elfogadja a feltételeinket. Rendben. Legyen így. Várjanak. Ne előttem csinálják. Nem akarom látni, ahogy meghal a kedvesem. Akkor elmegy, mielőtt megöljük őket. Ne. Nézzék. Ott egy gödör. Dobják be őket, és lőjenek. Maga honnan tudta, hogy van ott az a hely? Maga ásta ki? Miért kérdez ilyen hülyeségeket? Gyerük, siessenek! Csináljuk! Sajnálom, Juan. De ütött az utolsó órád. Pedig tökéletes pár lehettünk volna. De te annyira ragaszkodtál ahhoz a tökkel ütött némberhez,
Norma Elizondóhoz. Nézd, mit kaphattál volna meg. Nagyon rossz ízlésed van. Na, gyerünk! Menjetek csak oda! Mozgás, mozgás! Gyerünk, babám, te is gyerünk! Ne bántsátok Ruthot! Neki semmi köze nincs az egészhez. Mindkettőtöknek ugyanaz lesz a végzete. Ez már eldől. Vedd ezt le. Neki semmi köze nincs az egészhez. Nem számít, hogy mit mondott a főnök asszony. Csak nem lőhetünk le egy ilyen szépséget. Még ha a donya ezt is követeli. Itt hagyjuk őket megdögleni. Isten veled, Juan. Adios, te bolond. Adios. Küldetés teljesítve. Akar rájuk vetni egy pillantást? Mondtam, hogy nem akarom Juant holtan látni. Menjünk! Álljon meg, de rögtön! Mégis mit képzel, hová megy? Nem erre kell menni. Mégis hová visznek engem? A birtokára. Ahogy megérkezünk, maga szépen kifizeti a járandóságunk. Soha többé nem akarjuk magát még egyszer látni. Ennyi épp elég volt. Nem akarunk többé magával üzletelni. És hogyha át akarna verni minket, akkor majd maga is ott végzi a másik kettő mellett. Ne fenyegessen. Mindig megtartom a szavamat. De előbb menjünk a kunyhóhoz. Le kell rombolnunk. Nem hagyhatunk nyomot magunk után. Szép jó szám. Úgy van, szenyor. Azt hiszem, nagyon jó vétel volt. Elnézést egy pillanatra. Mi történt, Gabriel? Mégis mit gondolsz? Egyik lányom sincs itthon. Egyetlen szó nélkül, minden magyarázat nélkül hirtelen elmentek. Tudom, átmentek a Reyes birtokra néhány órával ezelőtt, Juan eltűnésére hivatkozva. Már több időt töltenek ott, mint itt. Nem is végzik el a munkájukat. Mindig csak azokon a gazembereken jár az eszük. Hogy tehetik ezt velem? Főleg Sarita. Legalább benne még megbízhatsz.